kitüntette menesztett tábornokát az ukrán elnök. Volodymyr Zelensky az Ukrajna hőse címet adományozta Valeri Zaluznyinak egy nappal azután, hogy leváltották az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségéről. Helyét Oleksandr Szirszkij veszi át. Céljai között szerepel a csapatok frontvonalon történő rotációjának javítása és az új technológiák kihasználása egy olyan időszakban, amikor az ukrán védelmi erők folyamatosan küzdenek az orosz támadásokkal szemben. Az új tábornok reméli, hogy a hadviselés új módszerei révén nem csak védekezni tudnak, hanem sikerül visszaszorítani a megszállókat. Pénteken 91 orosz támadást összesített Kiev, légi csapásokat és rakétatámadásokat. Lakott területeket és az ukrán védelmi állásokat is érték támadások. Két civil meghalt, négyen megsebesültek, kár keletkezett lakóházakban és gazdasági épületekben is.